Sziasztok, ez itt a Kutyinfo Podcast legújabb része. Én Láng David vagyok, és Váradi Zoltánnal a Kutyapárt 11. kerületi az, az új budai listavezetőjével fogok beszélgetni. Szia Zoli! A Kutyapárt honlapján elérhető bemutatkozásodat elég lendületesen azzal kezdett, hogy Váradi Zoltán vagyok, és semmit nem fogok helyettetek megcsinálni. Nem félsz attól, hogy ezzel már is elvágod magad a potenciális szavazóittól? Így van, én, én semmit nem fogok helyettük megcsinálni. Hát mély meggyőződésem az, hogy a képviseleti demokrácia az így önmagában így nagyon kevés. Tehát azt látjuk, hogy se a parlamentben, de az önkormányzomban is igazából vannak képviselők, jó, hogy vannak jó, hogy működnek, de anélkül, hogy lenne elég aktív állampolgár, aki hajlandó végiggondolni a helyzetét, fölmérni, hogy hol a problémák, hol a jó dolgok amíg úgy hajlandóak cselekedni, anélkül például, ha bejutok én, vagy bejutunk ketten a János Gergővel, így nagyon keveset tudunk majd tenni. Úgyhogy azt gondolom, hogy annak sok értelme nincs, hogy bejussak, mint képviselő, de annak viszont nagyon sok értelme van, ha bejutok, mint képviselő, és van körülöttünk egy nagyon aktív csapat, akikkel együtt lehet dolgozni, akik helyettem el fogják végezni a munkát. És mondjuk az embereket hogyan tudnád rávenni arra, hogy nem mindenre tőled várják a megoldást? Ez nekem eléggé ilyen nehéz feladatnak tűnik, a jelenlegi közállapotokat ismerve. A melli barátommal beszélgettünk nemrég arról, hogy mind a ketten hallottuk korábban azt, hogy egy emberek uncolnak másokat, hogy így szerveződj, meg cselekedj, meg legyél aktív, ami tényleg így nehéz ajánlat, mert hát így hogy? Így, hogy? meg, meg mint, meg hogy veszel erre rá embereket, hogyha nem adsz mellé semmiféle mintát, meg tudás, hogy ezt hogy, ezt hogy kell csinálni. Úgyhogy amit szeretnénk elérni, az például a kutyapárt népfőiskola mintájára, vagy a közéletiskolája mintájára olyan tudást is, ilyen kurzusokat átadni az embereknek, amivel megtudják azt, hogy hogy tudják körbenézni a környéküket, akár az ilyen utcai problémákat, akár társasházi problémákat, akár társadalmi problémákat, hol tudnak fölmérni, hol tudnak tovább utána járni, hol tudnak érdeklődni, hol tudnak adatot lekérni, és hol tudják ezt tovább érvényesíteni az akaratukat, és hogy, hogy egy ilyen tudást, tudást adjunk át amivel utána ők aktívabb lenni, és amit utána mi képviselni tudunk majd az önkormányzatba. Több civil szervezet munkájában is részt vettél az elmúlt évtizedekben, úgy tudom. Mesélsz kicsit arról, melyek voltak ezek, és mit sikerült elérned a berkeiken belül? Én webfejlesztőnek tanultam a zöld pók alapítványnál voltam polgári szolgálatos még, amikor még volt ilyen dolog, úgyhogy az, az, elég régen volt, és a zöld pók alapítvány nagyon sok civil szervezetek nyújtott ilyen technikai tanácsadás segítséget, úgyhogy általuk nagyon sok zöld szervezetnél, a Humusz Munkaszövetségnél, az Energiaklubnál, az Ökotás Alapítványnál, később a Tasznál, tehát körülbelül minden szervezetnél, amit a soros támogatott, a sorosta, 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 én ott valamiféle technikai szolgáltatást nyújtottam, de valamennyire be is tudtam kapcsolódni a működésükbe, vagy átlattam, vagy részt vettem a rendezvényeiken. Úgyhogy a zöldektől a szabadjogosokig sok mindenben részt vettem. Ezzel már is kimeríthetetlen tárházát biztosítottad a Fidesznek ahhoz, hogy hogyan támadjanak téged majd a kampány során, remélem ezt magad is tudod. Tudom, és hogy tudnék még dolgokat mondani az apám például a Közép-Európa Egyetemen tanított, tehát közvetlenül Sorostól Sorostó, kapott soros, pénzt, soros, 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 előtte pedig Amerikába tanított, tehát hogy én egyértelműen mondhatom magamról hogy Soros pénzen soros, és soros, dolláron soros, 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 nevelkedtem. Szerintem ezt senki más nem tudja ennyire elmondani magáról, mint én. Szerintem ezt ne is feszegessük tovább ezt a kérdést. <laughs> Hogyan kapcsolódtál a kutyapárthoz? Mi fogott meg benne először és mikor? 2016-ban csatlakoztam a kutyapárthoz, amikor az első ilyen nyilvános klubok megnyíltak, meg az első négy színfestés volt, és előtte már úgy hallottam róla, meg szimpatikus volt, és az első adandó alkalommal, amikor tényleg meg is nyitották a kapukat, akkor jöttem. És volt egy legendás mkkp és akció 2017-ben a felcsúti űrkilövés, ahol neked kursz szereped volt, már. elmondott, hogy pontosan mi történt? Földöttek a Siriusra, tehát voltunk öten újhajók, ez ottan a felcsúti űrállomásnak a megnyitója volt, indítottunk egy rakétát, fölmentünk a Siriusra, sajnos nem vittünk magunkkal étket, úgyhogy húzni kellett sorsolni, és valamelyikünket meg kellett enni, hát ez én voltam. Én voltam sajnos. Na most itt vagy. Most itt vagyok, hát figyelj, tehát, hogy utána, miután megettek, utána a Krúbi zenélt egyébként, szem szóval 17 ember előtt, ezt így manapság, hogy elég nehéz elhinni, de ott kezdte a karrierét az ember, és már akkor annyi pozitív energiát sugárzott magából a Krúbi, hogy, hogy újra. tehát, hogy fölépített engem. Feltámadtál, Feltámadtam, igen, igen, igen. Hogyan kerültél a 11. kerületbe, és mikor kezdtél el ott tevékenykedni? első fiam születése körül 2005-be kerültem 11. kerületbe, tehát majdnem 20 éve, és nagyon sokáig nem tevékenykedtem ott. Tehát 2016-tól 19-ig voltam aktív, és a 11. kerületbe 19 körül kezdtek aktívabbak lenni az emberek, amikor én egy időre pihentem, mondjuk így. Most újabban 2021 körül csatlakoztam be, 11. kerületi életbe. Hát tulajdonképpen akkor azért oda, mert ott éltél, és ezt tűnt kézenfekvőnek. Igen, 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 igen. Amikor újra úgy éreztem, hogy most szeretnék aktívan lenni a kutyapártban, akkor célszerűen a 14. kerületet választottam, többek között azért is, mert már egy nagyon aktív, tök jó csapat alakult ki. Mm -hmm. Igen, mivel Új-Budán különösen erős a kutyapártos csapat, talán ott szervezik a legtöbb és legkülönfélebb esemény Budapesten mostanában. Mi a titkotok? És ez mennyire múlik rajtad, és mondjuk mennyire a többieken? Ja, hát ez csodálatos. Tehát mondtam, hogy semmit nem akarok, tehát mindent Helyettem csináljanak meg, és mindent megcsinálnak helyettem. Ez egyébként a Mendlimiknek köszönhető, aki annak idején ott megalapította a csapatot, Tamics Ritának, aki szintén nagyon jó kampányt vezetett a 11. kerületbe, és már úgy csatlakoztam oda, hogy volt egy nagyon erős, több tucat fős mag. Akik folyamatosan aktívkodnak, János Gergő minden második szerdán szervezéket, a Hüggel élek a PETI minden ugye, másik szerdán pedig csinál ötleteléseket, a Dóri szervez street art akciókat, tehát hogy kitartóan, rendszeresen szerveznek találkozókat és akciókat, és ez nagyon sokat számít abban, hogy egy, hogy egy csapatot fön tudjuk tartani. És mi ebben a te szereped, most ugye te lettél a listavezető, te vagy a főnök, mindenki tőled kér engedélyt, ezt így kell elképzelni? Nincs igazából ilyen, vagy nem tudom, kérdezd meg a többieket is, mert hogy ők is mondják meg, de alapvetően egy csapat vagyunk, akik rendszeresen találkozunk, rendszeresen megbeszéljük, hogy mi lesz a következő, kezdeményeznek, csinálnak, és, és ez egy csodálatos dolog. Hogy döltel, hogy pont te szeretnél bejutni az önkormányzatba? más nem szeretett volna. <laughs> nagyon erős csapat volt, és senkinek nem volt olyan ambíciója, hogy konkrétan benni süljön az önkormányzatba, engem pedig pont akkor tehát kezdett érdekelni. Hát addig is nagyon érdekelt a város, mint maga, mint, mint szövet, mint tér, ahol létezek, meg sétálok, meg biciklizek, meg minden, de akkor tehát kezdett érdekelni az is, hogy hát hogyan működik a város, és szívesen érdekelt volna belülre az önkormányzatban belül is, úgyhogy akkor rám esett a választás. Jó, tudom, akkor részt vettél egy fővárosi szervezésű képzésen, és ami kicsit hasonlított talán a kutyapártnak az önkormányzati képzéseihez, milyen hasonlóságok és milyen különbségek voltak a kettő között? Igen, ez a Város Kormányzási Akadémia volt, tulajdonképpen tematikában nagyon hasonló volt, tehát ott is tanultunk az önkormányzatiság jogi alapjairól, a költségvetésekről, az útkarbantartásról, a lakhatásról, a környezetvédelmi vonatkozásokról, a klímáról, mindenről. Nagyon jó meghívott előadók voltak, ott is két hetente volt ez szombaton. A kutyapárnál szerintem erősebb volt az, hogy rendszeresen Kérték vissza a tudást ilyen házi feladatokkal, tehát minden előadás után volt egy házi feladat, amit meg kellett csinálni a témában, ami nagyon hasznos volt. Az akadémián viszont egy ilyen hosszabb dolgozatot kellett leadni az év végén, ezzel, ezzel most készültem el pár hete. És most akkor milyen képzettséged van, mit mondhatsz el magadról? Én az hát iskolájában tanultam ki mindent. Üm, nem, hát mérnök informatikus vagyok végzettségem szerint, nagyon örülök, hogy részt vehettem ezeken a kurzusokon, a kutyapárt kurzusra és a főváros kurzusra, és így sokat adott hozzá, sok jó szakértővel ismerkedhettem meg, és nagyon szeretném ezt a tanult dolgokat a gyakorlatba is majd alkalmazni. Ma Mi a három legfőbb probléma szerinted a 11. kerületi önkormányzattal? Na hát ez van, látom, a Gulyás Marcitó tanul ezeket a top három kérdéseket, a Terdik Roland is átvette, és akkor most, most itt vagyunk megint a top háromnál, de nem baj, majdnem, hogy készültem. Meg Azt is megkérdezhettem <laughs> volna, mi az ősélményed a 11. kerületi önkormányzattal kapcsolatban, de mondottam, nem akarok ennyire direkt lenni. Köszönöm. Hát figyelj, a 11. kerületben az egyik nagy probléma, amit látunk, az így az a lakhatás. Tehát, hogy kezdve onnantól, hogy rengeteg új lakópark épül, tehát ott a MOL kampusz-tól egészen Budapokig végig így öt vagy hat új lakópark épül, nagyon sűrűn épített házakkal, a Madárhegyen ugye épül új lakópark, ezek így új épületek, nagyon minimális infrastruktúrával, tehát nincsenek igazából hozzá iskolák, orvosi rendelők, nincsen tömegközlekedés, kötött pályás, semmi, és azon aggódunk, hogy itt bejön sok ember, tök jó növekszik a 14. kerület, meg épülnek be a, a ilyen rosdatörületek, ezzel nincsen semmi gond, csak ezt jó lenne úgy csinálni, hogy akkor tekintettel vannak arra, hogy itt tényleg egy közösség legyen, aki ott szeretne majd élni, meg iskolába járni, meg stb. Ezen kívül rengeteg egyetemista van, akiknek szintén ugye albéletet kell keresni, a piaci albéletárak nagyon magasak, vannak ugye hajléktalan szállók, intézmények is a kerületben, tehát egy nagyon ilyen komplex ilyen lakatási kérdéskör alakul ki, amit nem könnyű megoldani, nem is mondom, hogy én feltétlenül egymagam értek hozzá, de csatlakoztam a lakatási koalíciónak a felhívásához, az van egy ilyen lakatási minimum nevű programjuk, amivel megfogalmazták több tucat pontban az önkormányzat számára a, a, a javaslataikat lakhatásügybe. Ezek nekem tulajdonképpen szakmailag nagyon szimpatikusak is, meg elfogadhatók, úgyhogy ezekből próbálok majd átvinni minél többet az önkormányzatba. Ez volt az egyik. A másik az átláthatóság. Például nagyon sok kerületben van már egy közérthető költségvetés szépen grafikonokkal alá ábrázolva, érthetőbb szöveggel leírva, a 14. kerületben nincs ilyen. Pedig azt láttam, hogy 2020-ban már a kineveztek átláthatósági biztost, és akkor 2020-ból volt erről három cikk, azóta igazából mást erről nem tudunk, csak azt, hogy létezik egy ilyen. Ami tök jó kezdeményezés, de azt is szeretnénk, hogy valami kézelhokkató eredménye lenne ennek. A harmadik pedig szeretnénk, hát ez nem tudom, hogy mennyire probléma feltétlenül, de nagyon szeretnénk, hogy lehetne többet ücsörögni, meg fetrengeni, meg egyszerűen lenni köztereken. Tehát úgy látjuk, hogy is nagyon jól fölfutottak ezek a Bartók Béla út, meg egyéb helyek, ahol szuper kocsmák vannak, meg kávézók, amik pörögnek, ez tök jó, tehát, hogy ez így legyen. Elég kevés olyan hely van, ahol így fizetés nélkül is jó tudja érezni magát az ember. Egy, egy nagyon jó kezdeményezés az a vajónak az árasztópart projektje, ahol ott a Dunapart mellett kiraktak egy csomó ilyen padot, fekvőhelyet, tűzrakóhelyet, komposztvécét, és akkor oda lehet menni, lehet eseményeket szervezni, és hát talán kicsit hasonló mintára, meg hasonló mintára, hogy a Pozsony városába, vagy Párizsba, Barcelonába kiraknak csomó széket, meg ilyen ülőpadot, stb. közterekre, utcasarkokra, ne adj Isten, parkolóhelyekre. Lehetőséget szeretnénk adni embereknek, hogy legyenek. Viszonylag sokan tartanak attól, hogy ahogy a Budapest belső kerületeiből, főleg Pestről, a Buli negyedből egyre inkább szorulnak kifelé a vendéglátóhelyek. Ennek akár a 11. kerület is egy jövőbeni célpontja lehet, és egyre több szórakozóhely, kocsma és hasonló intézmény nyílhat majd itt, és ide vonulnak majd át az üvöltöző, őrjöngő turista hordák esetleg a belvárosból. Szerinted ennek mekkora esélye van, hogy ez megtörténik, és te mondjuk mennyire örülnél annak, hogyha fellendülne a kerület idegen forgalma. Egy olyan programpontunk is van, hogy szeretnénk teret biztosítani a részegen fetrengő fiataloknak is. Ez lehet, hogy egy politikailag most nem egy nagyon népszerű húzás minden, minden területen, de úgy gondoljuk, hogy ez egy létező dolog, tehát fiataloknak igényük van erre, és úgy gondolom, hogy ezt lehet okosan csinálni. Tehát, hogyha a buli negyedről beszélünk, ugye az Erzsébet párosban volt egy kezdeményezés arra, hogy legyen egy ilyen polgármester, aki megy, és figyelő, hogy tényleg, hogy a zajszint az be legyen tartva, nagyon sokat foglalkoztak azzal ottan a szórakozóhelyek, hogy a helyi társasházakkal együttműködjenek, megbeszéljék, hogy mikor zajos valami, segítsenek a takarításban, közös programokat alakítsanak ki. Nem hiszem, hogy az az egyetlen megoldás, hogy, hogy minden szórakozó kocsmát, stb. azt kitiltsunk, mert hogy egy, ez egy főváros. Egy fővárosban legyen mulatozás is, meg szórakozás is, viszont tényleg úgy kell valahogy megoldani közösen, mint közösség, hogy az a helyi lakók, és a, és ugye a kocsmárosok közösen meg tudják ezt alkotni. Milyen ugye két legendás szórakozó hely is működött a kerületben az elmúlt évtizedekben, a Zöld Pardon volt az egyik, ami már több mint tíz éve. Bezárt és a. Helyén, hát a új helyén nyitott Negra, illetve a Negra ami éppen egy másfél éve költözött el a kerületből Cseperre. Tehát így most voltak éppen nincsen egy ilyen emblematikus szórakozó hely sem. Új-Budán, neked akkor célod, hogy legyen újra ilyen? Hát egyrészt tudva most a Dürer kert, ugye? Ami elég emblematikus, ott van az Analog Music Hall ott van egy csomó egyéb klub, ott a kapcsán, tehát ezért ezzel vitatkoznék, hogy van-e ott, ott jó buli hely, mert van. Amit inkább szeretnénk talán, az valamilyen közösségi alkotóhely. Tehát hasonlóan, mint a 9. kerületi konnektorház, vagy amilyen a, a híres műszi volt, egy olyan hely, ahol az emberek tudnak oda menni, akár próbateremként használni, akár műteremként használni eseményeket, szervezni benne egy ilyen közösségi tér, ahol közösen lehetne alkotni. Valóban a Dürer kertet elfelejtettem, ezért elnézést kérek. Ugye új Budán jelenleg DK-s városvezetés van, mármint DK-s polgármester László Imre személyében, és a többi ellenzéki párt a koalícióban vezetik a kerületet. Szerinted, ahogy látod, a korábbi Fideszes korszakhoz képest mennyiben javult a helyzet, és mi az, amiben azt mondod, hogy igazából semmivel sem jobb, mint korábban volt. Most mondhatnám azt, hogy én húsz éve <laughs> rendesen böngészem a kerületi újságot, és nagyon alapos összehasonlítást tudok tenni a Fideszes városvezetés és az új városvezetés között. Igazából nem tudom, nem, nem követtem ezt akkor ilyen részletességgel azt tudom, hogy most ez, a, ez az önkormányzat van, meglátjuk, hogy milyen lesz a jövőben, de azzal kell majd együttműködni, akik, akik, lesznek. Tegyük fel, hogy a következő választásnak olyan lesz az eredménye, hogy ő mindkettő nagy tömb pontosan ugyanannyi képviselővel fog rendelkezni, és így teszel a mérlegnyelve el tudsz képzelni egy olyan szituációt, hogy mondjuk megkörnyekeztéged valamelyik oldal, és azt javasolják neked, hogy egy alpolgármesteri posztért, vagy bármilyen hasonló pozícióért cserébe álljál be valamelyik koalícióba. Mi lenne válaszod egy ilyen ajánlatra? Az alpolgármesteri pozíció önmagában nem érdekel, tehát nagyon szívesen működök együtt más képviselőkkel, hogyha egy olyan ügyről van szó, amit tudunk támogatni. Szerintem egyébként 11. kerületben nagyon sok jó kezdeményezés volt, amit lehet támogatni, és amit tovább is kell vinni. Nem is a képviselőségbe, mint ahogy korábban mondtam. Nem az alporgálmesterség a lényeg, a lényeg, hogy legyen elég aktív ember, egy bázis, akivel együtt tudunk majd menni, és alkotni, és cselekedni, és akkor tudunk majd választásokat csinálni a kerületben. Mégis, hogyha nem csatlakozol egyik, nagy oldalhoz sem, akkor szented egyetlen kívülálló képviselőként, vagy mondjuk ha többen is bejuttak, akkor mondjuk kettő kutyapártos képviselő, mi az, amit tud tenni azért, hogy jó irányba forduljanak a dolgok. Tulajdonképpen éppen az előbb válaszoltam neked erre, hogy nem egyedül leszek, mint képviselő. Tehát Mogoltán van egy több tucat fős csapat, köztük csomóan szakértők, tehát vannak urbanista szakértők, építészek, környezetvédelmi szakértők, ilyen toxikológiai szakértőim is vannak, akikkel szakmai kérdéseket meg tudunk vitatni, és van egy nagyon nagy passzivista csapat, akik viszont hajlandóak kimenni és pultozni, fátültetni már, amire kedvük van, meg szükség van. És ezzel együtt akár a képviselőtársakkal, akikkel lehet beszélni, meg lehet vitatkozni, meg lehet együtt dolgozni, nagyon szívesen működök velük együtt mondom, akkor ügyek mentén, tehát nem egy általános felhatalmazás. Igen, igen, nyilván, hogyha bizottságban részt tudok venni, az tök jó, de frakciókban nem gondolkozok. És melyik bizottság munkája foglalkoztat téged leginkább? Sokat szeretnék foglalkozni ugye, ugye a költségvetés áttekinthetőségével, és a kultúrával is. Hát majd meglátjuk pontosan. Hát ugye minden bizottság munkájában ott lehetek, jelen lehetek, de ugyanakkor abban igazad van, hogy egy vagy két képviselő, ugye nem tudunk minden területet lefedni, nem tudunk mindenben részt venni, hát ezt majd szép apránként. És mi lenne az első előterjesztésed képviselőként, amit benyújtanál a testülethez? Szeretném, hogyha kiadnánk egy ilyen közérthető, jól ábrázolt költségvetést, amit az emberek is jobban megértenek, de őszintén szólva, amit a képviselők is jobban megértenek, mert hát meggyőződésem, hogy egy ilyen 200 táblázatos a dokumentumot nagyon nehéz átlátni, és ha jobban átlátnák jobb döntéseket tudnánk hozni, és ha jobb döntéseket tudnánk hozni, akkor több 100 millió forint sorsáról tudnák jobban dönteni. Mi az, amit mondjuk még a helyi kutyapártos csapat tevékenységéből a hallgatók figyelmébe ajánlanál? Tehát miért érdemes eljönni egy új budai kutyapártos akcióra? Az emberek miatt, akik ott vannak, tehát hogy tényleg megismerni ezeket a Jánosi Gergőéket, a Léleksimogatón, vagy az ötletelésen a petéket, vagy a Street Arton, a Dóriékat, ezek mind nagyon jó arcemberek, és nagyon lelkesek, is, nagyon ügyesen szerveznek, úgyhogy gyertek, és, és tapasztaljátok meg, ezek mind közé vannak téve a Facebook oldalunkon az eseményeknél. Van még bármi, ami szerinted fontos, és fontosnak tartott, hogy megosszad? Hát egy 11. kerület, mi egy kerület alapja? A kerület mit szeretnénk a kerületet növelni. Hogy tudjuk a kerületet növelni, hogy a kerület kerülete nő. Tehát mit akarunk csinálni? Fjordokat szeretnénk telepíteni a Dunába. Ugye a fjordok ezek ilyen fraktálszerű képződmények, aminek a kerülető lehető legnagyobb, tehát ha végtelepítjük fjordokkal, akkor a kerület kerülete nő, és így az egész kerület gyarapszik. Köszönöm szépen, szerintem ez végszónak is remek akkor köszi szépen, hogy eljöttél, és elmondtad, hogy mi mindennel készültek, és mindenki menjen 11. kerületi kutyapártos akciókra, mert tényleg ott van az egyik legaktívabb csapat mostanában Budapesten. Köszönöm szépen!